Jelentős változáson esett át a tankönyv piac idén. Az iskolák eddig a tankönyvkiadóktól rendelték meg a könyveket, most azonban a közigazgatási információs rendszeren keresztül a tankönyvellátásért felelős szervezettől kellett ezt megtenniük név szerint gyerekenként, így minden diák névre szóló csomagot kap majd az átvételkor. De nem ez az egyetlen változás. A szülőknek előzetesen csekken kell befizetniük a tankönyvek árát. Új változás az is, hogy első és ötödik mond csak a kerettantervnek megfelelő újjannan minősített tankönyvcsaládból lehetett rendelnünk. A szülők azt a változást fogják legjobban észrevenni, hogy otthonra kapnak csekket, nem az iskolába kell befizetni a tankönyvcsomagoknak az árát, mint az elmúlt időszakban, tehát nem az osztályfőnökök fogják összeszedni a tankönyvek árát, hanem be kell fizetni. Az iskolába be kell mutatni ezt a befizetett feladóbevényt, és ennek, meg, és ennek fejébe fogja a gyerek megkapni a tankönyvcsomagot. Azok a gyerekek, amelyek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a tartósan beteg tanulók és a három gyermekes családok idén is ingyenesen juthatnak hozzá a tankönyvekhez. Ezek a tanulók a tankönyvcsomagot 2013. június, július vagy augusztus hónapokban keltezett igazolás bemutatásával vehetik át. A felmérés ez még áprilisban, májusban történt, hogy milyen könyveket rendelünk, vagy rendelünk, sőt még korábban márciusban, akkor időközben megállapította az önkormányzatai önkormányzat számára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akkor a gyermekedezmény, tehát ezt az értesítést, határozatot be kell hozni az iskolába. Ennek alapján az intézményben a kérrendszeren keresztül tudjuk módosítani, hogy a csekkes befizetés helyett átkerül a gyerek az ingyenes tankönyvállátásba. A Sátoralja újhelyi Kazinci Ferenc általános iskolába előreláthatóan augusztus 18-a környékén megérkeznek a tankönyvcsomagok, így szeptemberben minden tanuló zöggenőmentesen tankönyvekkel a kezében vághat neki az új tanévnek.